Mint ahogyan azt a homlokzaton elhelyezett piktogramok is mutatják, a kosarasok és a vívók otthona lesz a B-nagypár sportcsarnok. Az aulában a névadó ereklyéi és a szolnoki vívósport kiemelkedő eredményeinek emlékei, bent pedig edzés. Tóth Viktor csapata gyűlja parkettát a megszépült környezetben. Amikor beléptem ebbe az épületbe, akkor csak pozitívumot láttam. A régi épülethez képest sokkal jobb ez a hely szerintem, és több lehetőségünk lesz itt edzeni. A lehetőségek pedig a vívók számára is nőttek, hiszen nagyobb, tágasabb termet kaptak, egyet az emeleten, egyet pedig a kosárlabda pálya mellett. Így a jelenlegi 100 fős csapat a jövőben tovább nőhet. Most a mai napon először tarthatunk itt edzés, ami a gyerekeknek is nagyon jó, és hát nyilván nekünk is szakembereknek, hiszen azért nagyon jelentős különbség van az előző két évi munkahelyünk között, és ez az új munkahely között. Nagyon örülünk, hogy végre kész lett, hiszen ez egy hosszú időszak volt, és nehéz volt megoldani az edzéseket kicsit rosszabb körülmények között, úgyhogy nagyon várjuk, hogy minél többet edzhessünk ilyen szép és modern környezetben. A sportcsarnokot megtekintette Szalai Ferenc is. A polgármester azt mondta, a létesítmény a vártnál is szebb. Rendkívül tágas, nagyon-nagyon jó kivitelezés, azt látom, hogy a kivitelezők kimondottan jó munkát végzett, illetve a sportcentrum az elejétől kezdve úgy van benne, hogy ami kell, annak benne kell, hogy legyen, és figyeltek arra, hogy akár lent a kosárlabda csarnokban, akár itt fönn a vívócsarnokban lentben legyen. Megszépültek a vizes blokkok, öltözők, de újak is épültek. Kialakítottak több irodát az edzőknek, de a játékvezetőknek is. Mindkét sportág számára rendelkezésre áll egy-egy szertár, kialakítottak konditermet és tárgyalót is az épületben. A hivatalos átadó a tervek szerint a hónap végén lesz.